Hogy menjenek a cirukák. Már lehet mínusz 3, mínusz 4. Előbbi videómban is mondom, nem mondom nekik, mert még elkezdenek fázni. De tényleg így van. Mondod nekik, hogy milyen hideg van, akkor jó, ide fázunk. Addig meg nem mondanak semmit. Igen, ez nem tudom, néha így, néha úgy. Ja, figyelemmel kísérik, úgyhogy. Na, tegnap 6-an voltunk, ma 5-en vagyunk. Árpi barátunk érkezik majd szombaton, érkeznek. Anya, megállunk, és ott megfordulunk, majd szólok mikor. És tudod, bejövünk ide, és másik kéz. A közé... Jó, köszönöm! Hallod? Kata, ha bemegyünk, akkor megvan a középső nagypadik. Jó. Itt, anyus. Itt kibújsz, és akkor mehetünk is. Akkor fütyülök, ajdemo. Hagyj menjenek. Ne fázzanak. Nem tudom. Pindurkát langyosabb, azt észrevettem, azon kívül más nem. Lehet, hogy megrándult a padikba neki. Hát én leállítani nem fogom, mert a traptó baja. Nem lesz. Úgyhogy hagyj menjen. Jani! Jelzést. Tredjez, Miki, Piszrás, Roland és Ádám. Nagyon jó a talaj. Most mindegy kemény, de egyenes. Ez a lényeg. Ha nem esik csapadék, akkor itt mehetünk nyugodtan. Több kifele, hogyha mész, tehát oda is ki lehet menni, meg ki tudnánk menni, mert tudom, hogy több benne a ilyen botorkálós, föltörezett talaj, megállsz, elindulsz, itt legalább mennek. Tehát padikba voltak, és nyereg alatt. Ennyi. Az kus. Ennyi. Kész. És valamikor hogy gyönyörű tisztán megy, hát nem tudom. Nem tudom. Na jó, lerakom. Szétfolyott a kezem. Szia Zsoltikám, itt áll! Itt áll? Na, azt kérdezni szokták. Itt áll? Hallod Zsolti, úgy szokták, hogy itt áll?